Viszont új hét, új feladatok, új versenyek, és hát ahogyan említettem, villajátékot fogunk ma tartani, villajátékot játszunk. És ugye ígértem meglepetéseket, ígértem változtatásokat. Egyrészt a pontrendszert tekintve egy picit megkavarjuk, ami eddig volt. Ugye eddig 10 pontig zajlott a küzdelem. Most az a helyzet, hogy szetteket fogtok játszani. Az első szett ugye 7 pontig tart, ez sima. Tegyük fel, hogy a pirosak nyerik az első szettet, és tegyük fel, hogy a másodikat pedig, a második szettet a kékek, szintén ugye 7 pontig zajlik a küzdelem. Ebben az esetben csak úgy, mint a teniszben, jön a döntő szett, ami pedig 3 pontig fog tartani. Amennyiben az első két szettet ugyanaz a csapat nyeri, akkor értelemszerűen nem kerül sor a döntő játszmára. Ez eddig szerintem mindenkinek tiszta, illetve még egy dolog, amit említettem itt a meglepetésekkel kapcsolatban, ugye egy valaki, egy csapat egészen biztos, hogy a villába fog távozni, egy csapat pedig a táborba. Itt is várják majd meglepetések azokat, akik megérkeznek, akár a villába, akár a táborba, de ez még tényleg maradjon meglepetés, amint lemennek a futamok, a versenyek, ezt is meg fogom osztani önökkel is, meg persze a játékosokkal is.